Köszönjük szépen Kocsis Dénesnek, aki 2010 decemberétől a Pécsi Nemzeti Színházban a Rudolf című musical címszerepében látható és hallható. Gyere csütt! Isten hozott! Na hát, hogyha a Rómeó és Júlia szereposztását néznénk, akkor ugye Benvolio, Mercutio, Rómeó, mindenki itt van. Felsorakozott mindenki. Igen. Sziasztok, akkor jelentkezzen Rómeó. Én vagyok. Te vagy Rómeó. Benvolio. Te vagy Máté, és akkor Mercutio marad neked Bence. Kizárásos alapai Júlia, Mercutio. Na hát Isten hozott titeket, Brass Bence foglal még helyet, ugye Mátéval már beszélgettünk, tehát őt nem kell újfent bemutatnunk. Ti így hárman, és közben idejött az Operettszínház sajtósa, amíg még folyt az adás, a rendes medrében, és közölte velünk, hogy ti a lányokat egyfolytában szédítitek itt kint a színfalak mögött, és hogy titeket egy így kell elképzelni. Igazából, hogy miről beszéltek? Szóval ti ilyen rosszak vagytok. Nem, nagyon jó. Mi nagyon jó. Boldog párkapcsolatban élek. Én is, mi így hárman együtt egy mi hárman nagyon boldogok vagyunk. Különböző helyzetben turnézni, járni, és van egy a Róma és Júliában, ugye így mi hárman mi ezt így együtt csináljuk, és ugye hát ott is mindig a nőkkel van a baj, és a nők körül forog az ezt egész történet. Ezt kikérem valamennyi nőtársam nevében. Mármint, hogy mi? Hogy baj lenne velünk. De ez egy, jaj, mindig ez egy pozitív baj, tehát a vég kifejlet az mindig valami gyönyörűségben. Így van, így van. No, de beszéljük arról a nyári turnéról. Ja, a nyári turnéról. Ne fosd már! De fejezben nyugodtan gondolom. Jó lelkű fiú vagyok, amúgy is, tehát a két fiú az általában mindig szédíti a csajokat, én csak úgy nézem, jókat nevetek. És maga vagy a megtestesült hűség. Kedves, amúgy jó fej volt. Nem, de nagyon jól össze tudunk dolgozni, és ez azt hiszem, hogy a csajok terén, de a nyári turnéban is rendkívül jól segítségünkre lesz. És igen. Van egy ilyen pop musicales koncertünk, amiben így mi hárman ugrándozunk a színpadon, és énekelünk együtt, külön szólókat, duetteket, terceteket, és a nyáron különböző helyeken lehet majd minket megtalálni. Mint az Operettszínház új generációjának ifjú tehetségei. Bence, te is mondj valamit. Te csak ott ülsz, és várod, hogy majd hamarosan a Mozartból énekelhess, de az még odébb van. Igen, hát mit mondhatnék? Én nagyon örülök, hogy a két sráccal együtt fogunk menni felé. Mi nagyon összekovácsolódtunk szerintem a Rómeó és Júlia próba folyamata alatt, és szerintem az úgymond csúnya szóval éve a haknizás, koncertezés, ez egy külön világ, teljesen más, mint a színház. Ugye kíváncsi leszek nagyon, hogy hárman hogy fogjuk tudni megmozgatni akár a falunapokon, vagy városi napokon a közönséget. Szerintem izgalmas lesz. És amellett, hogy mi tulajdonképpen az, mondhatom, hogy ez alatt a próba folyamat alatt annyira össze haverkodtunk, hogy... Főleg ők ketten tulajdonképpen... De már messze vagy, csak azért nem érdekel. Mert nagyon... Na mindegy, szóval, hogy mi tulajdonképpen azóta az életben is rendkívül jól megértjük egymást, és mindenféle, ha már csajokról beszéltünk, például csajos dolgokat is rendkívül jól meg tudunk egymásról beszélni, konzultálni. Na jó, akkor szakma, térjünk vissza, jó? Próza. Mindig a munka. Mindig a munka. Ne haragudj, most nézd el nekünk. Próza, vagy inkább a musical, a zene, az operettál hozzátok közelebb. Mert olvastuk ezt is, azt is. Ugye te már 13 évesen Dénes filmben játszottál, és talán, mintha prózai szerepeket úgy éreznénk, hogy közelebb állnak hozzád, mindezt a te elmondásodból, de változott-e ez a kép azóta, hogy az Operettszínház tagja vagy? Abszolút változott. Tulajdonképpen nekem két dolog volt nagyon fontos az életemben, és most szakmáról beszélünk, akkor azt tudom mondani, hogy a próza és az éneklés, tehát a maga a színjátszás nagyon fontos volt az életemben, a színpad, és ezen kívül az éneklés az mindig végigkísérte a kisgyerekkorom óta az életemet, és ezt ötvözvén egy szerencsés, az élet szerencsés alakulásával egyetemben, hogy bekerültem az Operettszínház stúdiójába, ez a két dolog, ez összetalálkozott, és én rendkívül jól érzem magam ebben a dologban. Természetesen ezen kívül szívesen játszom prózát, és énekelek csak úgy szereptől függetlenül is, úgyhogy ez ebben most kifejezetten jól megtaláltam önmagamat, hála Istennek, úgyhogy ezt így tudnám gyorsan összefoglalni. Bence, azért téged, bocsánat, csak hogy ezt a vonalat folytassuk, hogy a tehetségkutatókban azért téged elég sokan megszerettek, megismertek, te hogyan tudod kamatoztatni azt a fajta tudást és ismertséget azzal a mostani kihívással, amit az Operettszínház tagsága jelent neked? Hát igazából én felvételiztem már a Csillagszületik után az Operettszínháznak a stúdiójába, ahol ugye Dénes is járt, és hála a jó égnek felvettek első alkalomra. Az első évben amúgy én is beálltam a Miss Saigon musicalbe például tuttiként kvázi statisztálni, és második osztályban kaptam meg a Mercutio szerepét, úgyhogy próbálgatom én is tárgatni a szárnyaimat. Azt muszáj elmondani a Bencéről, hogy
hogy idejött a operacionális stúdiójába. És most a nagy kérő bújik elő belőled, ugye? Nem, de nem, tehát hogy mint kollega, vagy mint barát, vagy aki láttam azt, hogy ő idejött és itt volt, hogy mindenkiben volt egy olyan, hogy na, ide jön a csillagszületékes fiú, és egyszer csak ott volt egy fiú, aki borzasztó lelkes volt, mindig első volt, a legjobban tudta a dolgokat, tehát hogy annyira akarta és annyira jól csinálta, hogy nem volt kérdéskör, hogy ő közénk tartozik, és jó abban, amit csinál. Mennyire tudtok egyébként előre tervezni? A nyári turnéból kiindulva talán sok szabadságotok nem is lesz, de mit hozhat akár az őszi szezon, vagy akár a következő esztendő? Vannak-e nagyobb tervek? Hát a színházi elfoglaltságaink azok ugye nagyon fixek, tehát ugye felújítjuk szeptemberben az összes új darabot. Vannak különböző bemutatók, én rögtön ugye egy operettel, a Marisza grófnővel indítok október 18-án, tehát ugye ezek összefolynak, és utána meg folyamatosan jönnek a különböző darabok, de még szereposztásokat még nem nagyon tudunk, de bármi megtörténhet. Akkor legyen most az, hogy Bence mond néhány szót arról, mit énekel most nekünk, és utána még két mondatot Dénes, jó? Oké. Okay. Én az egyik kedvenc musicalemből fogok énekelni, amit amúgy évekkel ezelőtt még kvázi kívülállóként néztem meg az Operett Színházban. Ez a Mozart című musical, és a zene az vagyok én című dalt. Köszönjük nektek, hogy itt voltatok. Neked is még egy korty vizet engedélyezünk, utána a mikrofon a kézben. És irány a színpad. Köszönjük szépen. Azonnal hallgatunk. Köszönjük. Dénes, kényelmesen. Bár meg kell. És akkor na, ez a két Nem. A két mondat még a tiéd. Én azzal kapcsolatban szeretnék mondani, hogy az előre tervezése visszakanyarodva, hogy nehéz színház mellett bármit tervezni, de azzal a sablon szöveggel élnék, most rendkívül jól passzol ide, hogy tulajdonképpen amit az ember akar, azt meg tudja oldani, és ez nekünk főleg így van, tehát ha mi bármilyen szerelmi életet, vagy éppen szabadidős tevékenységet szeretnénk folytatni, ami hát ugye lehetetlen vállalkozásnak is tűnhet, emellett a program mellett, ami nekünk van, meg tudjuk oldani, és kiválóan jól működik együtt a színházzal, úgyhogy ez legyen a végszó. Ajánlani tudom mindenkinek. Köszönjük neki. Sok sikert. Köszönjük.